Hajnal Lászlóné Erzsike néni érkezik a Szabolcs községben lévő kisboltba a reggeli bevásárlását elintézni. Fontos számára az üzlet, hiszen itt született és mindig a településen élt. Megszokta, hogy mindenhez hozzájut, amire szüksége van. Jelenleg kifér kenyérért, meg valami gyümölcsféleséget, hogyha van jelenleg, akkor azt szeretnék venni. A boltban nem csak a friss áruért járnak a helyiek, sokszor társasági élet is itt zajlik. Jó a kiszolgálás, kedvesek az eladók, átlátható, hát megvan minden. A helyi bolt alkalmazkodott a koronavírus elleni védekezéshez is, ha szükséges, ki is szállítják az élelmiszert. Van olyan lehetőség nálunk, hogy ebbe a vírus helyzetbe nagyon szívesen kiszállítjuk az árut, illetve nagyon jó, hogy van telefon, internet, és igényeket le tudnak adni, akár messengeren, akár telefonon, és minden további nélkül tudjuk teljesíteni. Most például Erzsike néni itt hagyta. Így van, itt hagyta az ásványvizet, és szóltam neki telefonon, hogy itt maradt, úgyhogy majd fog érkezni érte. Az, hogy ebben a boltban személyesen ismerik a vásárlókat, és névre szólóan összekészítik a reggeli pékáru csomagot, azt mutatja, hogy szükség van a kisboltokra. A Magyar Falu Program pályázati lehetősége éppen ezeknek a falusi boltoknak a megerősítésére koncentrál. Szabolcs településen például bővítenék és fejlesztenék az üzletet, ezért fognak pályázni a program forrásaira. Csegei László polgármester azt mondta, elengedhetetlenül szükség van a falvak támogatására. Ez a COVID helyzet javul, akkor újra életre kell a belföldi turizmus. Ilyenkor viszont nagyon sokan ellátogatnak megnézni a mi történelmi örökségünket, a földvárat, van már tiszai hajókikötőnk, most már számítani kell a vízitúrázókra, nem csak a kajakkenusokra, hanem a túrahajósokra. Elég élénk a kerékpáros turizmus, úgyhogy ezeknek az embereknek azért vannak igényeik, és ők, mi azt szeretnénk, hogyha a városról hozzánk érkező ember ne nagyon nélkülözze meg a távollétet az otthonától, itt helyben egy vidéki kis településen is helyek közel választékos kínálatban legyen része. A falvakban lévő kisboltok akár 60 millió forinthoz is hozzájuthatnak az új pályázatban. A támogatási összeget ingatlanfejlesztésre, eszközbeszerzésre, ingatlanvásárlásra, valamint bértámogatásra fordíthatják. Dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a program nagy előnye, hogy előre finanszírozott. Nagyon fontos ennek a pályázatnak az az eleme, hogy előfinanszírozott a pályázat. Tehát nem utólag kapja meg ezt a támogatási összeget a pályázó, hanem előre megkapja, és így azt szeretnénk elérni, hogy vidéken olyan szolgáltatások legyenek, alapvető élelmiszerből esetleg kiegészítő szolgáltatások, olyan termékeket lehessen még forgalmazni, amelyek a mindennapi alapvető szükséglethez fontosak. Gyopáros Alpár kormánybiztos szerint fontos, hogy a falvakban a szolgáltatások stabilak legyenek, és ne legyen működésükben fennakadás. A kistelepülési önkormányzatoknak, egyházközösségeknek és civil szervezeteknek is lehetőségük nyílt pályázni a Magyar Falu programban. A támogatási összeget a klasszikus falusi intézmények fejlesztésére, felújítására, illetve a közösségi terek építésére, működtetésére lehet költeni. Az összes többi közszolgáltatáshoz hasonlóan, hiszen ha bezár az óvoda, vagy megszűnik az orvosi rendelő, ergo ezekért a szolgáltatásokért a környékbeli településekre, vagy ne adja Isten a térségközponti városokba, megyeszékhelyre kell utazni, akkor az előbb-utóbb arra sarkalja majd az embereket, elsősorban a fiatalokat, hogy elköltözzenek ezekből a kis településekből, ezekből a falvakból. Éppen ezt akarja megakadályozni a Magyar Falu Program, hogy ezek a szolgáltatások elérhetőek legyenek helyben. A Magyar Falu Program pályázati rendszerében egyenlőre két forrás nyílt meg a kis települések fejlesztése érdekében. Az évben további támogatások is elérhetővé válnak, közel 70 milliárd forint áll rendelkezésre a kis települések felzárkóztatására és az életszínvonal emelésére. 21 milliárd forint a kis településeken lévő önkormányzatok, egyházközösségek és civil szervezetek számára, és 45 milliárd forint a kisboltok fejlesztésére.